Perccel kert a szökőkúttal és a Sojmár Imre városi könyvtárral, Bonyhád egyik legjellegzetesebb tere. Ha valaki látogatóba járt egyszer itt, erre a parkra egészen biztosan vissza fog emlékezni. Az elmúlt évtizedekben nem volt koncepció a fejlesztésre, ám elérkezett az idő arra, hogy megújuljon a park egésze, beleértve a könyvtár épületét is. Itt vagyunk a Perccel kertben, Bonyhád egyik legszebb részén, de azt minden Bonyhád itt pontosan tudja, hogy hosszú évtizedek alatt sajnos nem történt sok minden ebben a parkban. Önmagában volt szép, amilyen fejlesztések voltak, azok már egy picit elavultak. Nem volt egy tudatos tervezés, hogy hogyan újítsuk meg és hogyan fejlesztjük tovább. Ez idáig, de most már ez is megtörtént. Első ízben először a Sojmár Imre városi könyvtárnak a tetőszerkezete újult meg. Mindezt egy pályázati forrásból tudta megtenni az önkormányzat, és ez a könyvfesztiválra el is készült. Ugye figyelemmel kell lenni mindenre arra is, hogy milyen rendezvények vannak a parkban, hagyományosan így például a Völgységi Könyvfesztivál, de hogy itt a nyár a gyerekek szeretnék minél hamarabb birtokba venni a játszóteret, ez is megtörtént már, hiszen néhány napja játszhatnak rajta, elkészült, de mi korán sem vagyunk készen azzal a fejlesztéssel, ami az idejében még megvalósul a parkban. Részben civil összefogásból, részben pedig az önkormányzat segítségével. Nagyon sok sétány van a parkban, itt is mindenki láthatja, hiszen itt élünk, tudjuk pontosan, hogy soha nem volt átgondolva, hogy mikor, milyen sétány készüljön el, mert maga a régi útvonal megvan, de van, amelyik aszfalttal van leborítva, van, amelyik betonos, van, amelyik térköves, van, amelyik jobb napokat látott, már rég benőtte a zöld és birtokba vette a növényzet, és van olyan, ami valamikor ilyen apró kavicsos volt egyébként gyerekkorunkban mindegyik, hát a kavicsból már nem sok van, és megmaradtak a sétánynak az útvonalai. Ezeket is szeretnénk folyamatosan felújítani, idén 3 szakasz fog megújulni. Elkészül a könyvtár körüli közlekedést lebonyolító, és az épületet a játszótérrel összekötő sétány is. Egységes, modern és jól bejárató sétány és sétautak legyenek a parkban. Ugye itt nagyon sok idős ember él a Perccel kertben, hozzájuk jönnek az unokák nyáron, ők nagyon várták, hogy a játszótér elkészüljön. Volt, de nagyon régóta nem volt felújítva, egy fa játszóteret épített valamikor az önkormányzat, és ez lett szintén egy pályázati forrásból most megújítva, 7 játszótéri elemmel, vannak köztek különböző játszóvárak, hintek, és minden olyan, amit a gyerekek szeretnek. Ami még említettem a civil összefogást, ami még fontos így a park életében az idei esztendőben, valamikor kora tavasszal megkerestek engem, hogy szeretnének a park fájról és egyáltalán magáról a Perccel kastélyt körülvevő parkról egy kiadványt, egy könyvet megjelentetni. Ebben természetesen partner voltam, hiszen egy nagyon jó kezdeményezésnek tartottam. Polgármesteri keretből sikerült a nyomdaköltségeket kifizetni. A könyvfesztiválra meg is jelenhetett ez a könyv sokunk örömére. És ennek kapcsán ugyan vannak nevezetes, jellegzetes fái a parknak, amelyek feltérképezésre kerültek, és mindegy arborétumban kis táblákkal, zománcozó táblákkal lesznek megjelölve, és a park bejáratánál pedig egy információs táblán pedig feltüntetve, hogy hol is találhatók ezek a jellegzetes fák a parkban. Ez valamikor az ősz folyamán fog elkészülni, legkésőbb szeptember végéig. Addigra az idénre tervezett sétányok is elkészülnek, és akkor gyakorlatilag az idei évre szánt és tervezett felújításokat a végére is fogunk érni. A beruházás teljes költsége megközelítette a 60 millió forintot. Ehhez kapcsolódóan civil szervezet is jelentkezett arra, hogy tovább szépítse a Perccel kertet. A civil szervezetet is meg kell említenem, hiszen a Korona Alapítvány, amelyet az önkormányzat alapított valamikor, szintén partner volt ebben a megújulásban, és közel 2 millió forint összeg erejéig segíti azt, hogy a parkban a virágágyások megújuljanak. Ez is összekészül majd el, és akkor talán jövő tavasszal
új pompájába lehet ez a rész, és az ő segítségükkel pedig azok a padok, a sétányok mentén lévő padok újulnak meg, illetve hulladékgyűjtő edényzeteket fogunk kihelyezni. Úgyhogy tényleg egy széleskörű összefogással, itt élőknek a közös gondolata mentén, a város támogatásával és egy tudatos átgondolással kezdődött meg ez a munka, és remélem, hogy még korán sem vagyunk a végén, mert akkor ez azt jelenti, hogy mi nagyon sok mindent meg tudunk újítani ebben a nagyon szép parkban.